Mosdai korcsolyáról megy be, megadják ki a gólt, közben egy verekedés kezdődik Vasztyunyin és Bonár között, aztán Mihalik is oda megy. Mosdai a korcsolyájával juttatta a korongot a hálóba, ugye a bírók döntésén múlik, hogy megadják-e a találatot. Egyelőre ez még nem derült ki, hiszen inkább a verekedéssel és a gulakodással foglalkozik. Mindenki Vasztyunyin volt az, aki odarohant Bonárhoz, hogy kihozzon neki egy-két pofont. Itt elszakadt a cérna most Vasztyunyinnál. Aztán oda ment Fodor a dunaújvárosi kispad elé. Kialakul most már több pár is. Hát benne volt a levegőben, hogy milyen lesz a mérkőzés vége sajnos. Lindgren is kapaskodik. Megadták a gólt egyébként a játékvezetők, úgy érzékelték, hogy nem volt szándékos Kozsgai mozdulata. Úgyhogy 5-2, de jelen pillanatban talán ez foglalkoztat a legkevesebb nézőt. Itt a jégcsarnokban. Hát most egy darabig állni fog a játék, ez egészen biztos. Újabb bunyó, a kesztyűk is lekerültek ezúttal. Erdélyi Péter és Popovics Patrik. De ha még valaki itt most földre nem kerül, addig nem avatkoznak közben a játékvezetők. Ez megtörtént. Ebben a pillanatban pedig végképp. Fairplay-díjat ez a mérkőzés nem fog kapni, az biztos. Ebben a szezonban, de mint említettem, volt már ehhez hasonló meccse a két csapatnak az alapszakaszban is. Sajnos ez a mérkőzés, akármennyire is szépen játszik itt a harmadik harmadban a Dunaújváros, sokkal inkább erről szól, mint a szép hokiról. És továbbra sem nyugszanak a kedélyek, pedig most már igazán megnyugodhatnának. Ez a mérkőzés nagyjából eldőlt, egy újabb bunyó. Ezúttal, ha jól látom, Hegyi Ádám Zoltán az, aki az egyik miskolcival összeverekedett. Pavuk is közben próbál lefogni egy miskolcit. A közönséget minden esetre azért szórakoztatja a látvány. Lindgren véres fejjel hagyja el a pályát. Ő is belekeveredett egy bunyóba, Azari is. Üti az ellenfelét, hát... Talán elég lett volna egy is. És csak bízni tudunk abban, hogy a döntőkön ennek nem lesz folytatása. Kiverekedték magukat a fiúk erre a párharcra. Tíz másodperc van még hátra, a harmadik harmadból 5-2-es dunaújvárosi vezetésnél járunk. Most a játékvezetőnek komoly matek következik kiszámolni, hogy ki mennyi büntetést kapott. El kell takarítani a pályára került vért, azért van bőven abból is. Fodor Szabolcsot kell lekísérni. Mert hogy megsérült komolyan a miskolci a csapatkapitánya. Remélhetőleg mindig legalább egy sorra való játékos marad a jégen. Jelentem, a verekedések befejeződtek mindkét oldalon.